Na, tehát följöttek négyen, de maradnak ketten. Igen. A spanyolok az olaszokat verték meg tegnap, nagyon nagy csatában 5-4-re. A hollandok pedig a brazilokat simán 5-1-re, 94-es átlaggal. Van Gerwen. És ugye érdekesség, hogy régi nyilával dob a Van Gerwen. Na és akkor ugye erről már beszéltünk. Azért érdekes összecsapás, mert World Cup of Darts-on ők már játszottak egymás ellen egy ilyenit, méghozzá 2014-ben, és akkor Gerwen, Michael Van Gerwen nyert 4-1-re. 99. Ez meg egy százas. Az is 100. Igen, és ez ne felejtsük el, hogy itt is volt egy csere. Ugye nem Cristo Reyes játszik, hanem ugye a másik, hoppá, 140. Ugye Noguera. Hopp, nem jött tripla. Szerintem most a másik Jesus sokkal jobb állapotban van, mint Tony Alcinas. Oh, 134, nagyon jó. Háromszor játszottak egymás ellen, és nagyon-nagyon nagy Van Gerwen fölény mutatkozik. Közben bedobja a 112-es kiszállót, megcsinálja Van Gerwen, és megnyeri az első. Szépen reagálta le. Igen. Az igen. Jött a még jó, hogy tesztelve van. Egyébként ugye ne felejtsük, 2010 óta játsszák a World Cup of Darts-ot, és az elsőt 2010-ben még Raymond von Barnevelt, Coase Tompé összeállítású holland csapat nyerte, akkor Velszet. Ugye a jelen pillanatban itt nem, önök nem hallják, de szakkommentátorkodik Mark Webster, ő volt az egyik tagja annak a velszi csapatnak, és utána ugye Phil Taylorék jöttek kétszer, aztán Michael Van Gerwen, Raymond von Barnevelt, aztán megint Phil Taylor, Adrian Lewis, megint Phil Taylor, Adrian Lewis, ők ugye négyszer tudtak nyerni, aztán kétszer Michael Van Gerwen, Raymond von Barnevelt 2018-ig, ugye 2019-ben Gary Anderson, Peter Wright összecsapás, vagy összeállítású skótcsapat tudott nyerni. 133. Úgyhogy azért ez szépen. Ugye 2018-ban őket verték Gerwenék. Most már egyszer még Phil Taylorék is 2015-ben. Ugye itt a Peter Wright, Gary Anderson kettősről 177. Alcinas még sosem verte meg Gerwent. Ráadásul volt egy 6-0, egy 4-1 és egy szintén egy 6-0, és most 2-0-ra vezet. Nagyon nagy játék eddig. Jön a tripla 20, újabb tripla 20, 140, csalódott, mert nincs 180. Jelen pillanatban 111-es átlagon van Michael Van Gerwen.
Ez egy százas. Ugye az felfelé kerekítve mondtam természetesen. 58. Most dühös, már azért is dühös volt, hogy nem dobott 180-at, most aztán pláne mérges. Azt kérdeztem már, hogy beszéltél el a nyeremény az pénzösszegekről? Ja, említettem, de nem árt. Én az összdíjazását mondtam lebontva, nem mondtam helyezésekre. Tehát a legjobb 32 között, oppá, az közben megvárom. Ez 95. Tehát a legjobb 32-be vereséget szenvedett játékosok, vagy csapatok 4000 fonttal, a legjobb 16 között 8000 fonttal, a legjobb 8 között 16000 fonttal, aztán az elődöntőben, hogy a legjobb 4 között 24000 fonttal, a runner-up, a döntő vesztese, a második helyezett az 40000 fonttal, és a győztes 70000 fontot kap. Ugye ez Nincs meg. Tehát azért szép pénzdíjak vannak. Tis. Görben meg nagyon magabiztosan játszik. De szép! 172-re, 170-nel. Kár, hogy nem 170 és kiszálló volt. 3-0-ra vezet közben már Van Gerwen. Hát úgy tűnik, hogy gyorsan elintézi Alcinazt. Hát azért még itt lesz egy-két hozzászólni valója. 130. Alcinaznak is, igen. De Gerwen most maga biztosan játszik nagyon. Százas. Látszik az átlag. 57-es. Újabb százas. Hiába váltott le egyelőre, nem jött a 18-asnál, megtalálta a triplát. Fölzárkózott. Hú, ezzel megmentette. Jókor jött az a tripla, 19. Na de most bevadul Ám Van Gerwen, 180! Meg kell oldani a 131-et a mérkőzésben maradásért. A spanyolnak, mert bajba lehet, eddig nagyon jó. Az is jó, 32! Lehet, hogy ezen megy el. Három meccs nyíl, két meccs nyíl, már csak egy meccs nyíl. És bedobta, csak takarásba volt. Hát simán 4-0-ra megnyerte Van Gerwen az első mérkőzést. Igen. És egyszerűen el van átkozva Alcinaz, amikor Van Gerwen ellen játszik. Ez most már a negyedik, illetve a harmadik olyan mérkőzés, hogy négyszer játszottak, háromszor lenullázta ellenfelét Van Gerwen.